nem a segélyezési rendszer átalakítása van napirenden. Azon már túl vagyunk 3 éve, az alapelveket lefektettük, és abban ma is egyetértünk. Arról szól az előterjesztés, hogy a közfoglalkoztatás irányítási rendszerét és a rendelkezésre álló forrásokat államosítják, és az állami feladatokhoz csoportosítják át a helyi közösség igényei és lehetőségeinek támogatása felől. Képviselő úr elmondta, hogy ön szerint csak erős központi koordinációval lehet ezt a programot megoldani. Minden kutatási eredmény ellentmond az ön állításának, mert minden kutatási eredmény azt igazolja, hogy tartós eredményt, tehát nem közfoglalkoztatást, hanem abból vagy az által is indukált helyi gazdaságot és tartós munkahelyeket a helyi szereplők együttműködésével, nagyon szoros együttműködésével, közös felelősségük és érdekeltségük alapján lehet csinálni, és az érintett támogatása a munkalehetőségen túli dolgokat is kell, hogy tartalmazzon, képzést, ahogy képviselőtársam mondta, személyes tréninget, munkavállalási tréninget, hiszen itt nagyon sok olyan emberről van szó, aki vagy soha nem dolgozott, vagy nagyon régen dolgozott, és nagyon régóta nem volt munkahelyen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek az indítványok abszolút szembe mennek a tudományos kutatásnak az elmúlt 10 éves összes eredményével, és ezért tartjuk mi nagyon aggályosnak, hogy lesz ebből a komoly pénzfelhasználásból érdemi eredmény, mind az érintetteket, mind pedig a feladatok nyomán a gazdaság fejlődését illetően. Ma úgy látjuk, hogy nem valószínű. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő asszony. Tisztelt országgyűlés, folytatjuk az írásban előre bejelentett felszólások sorát. Megadom a szót Z. Kárpát Dániel képviselőnek, Jobbik képviselő csoportjából. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Így a vita sokadik órájában, mely lényegében a közfoglalkoztatás rendszerét érinti, megkíséreljük egy kissé megszakítani a néha unalmassá váló felolvasó estet, vagy itt délelőttet ezen jelen formában. És még egyszer üdvözlettel köszöntjük azt, hogy ezen előterjesztés bizonyos részei, mint hogyha a Jobbik Radikális Változás című programjából származnának. Hát egyértelmű, hogy a hangszerelés megihletője az a Nemzeti Radikális oldalon található. Nagyon örülünk, hogy egyenlőre ilyen formában, de minél több programpontunkat sikerül átvinnünk a házon. Ugyanakkor a finom hangolás, amelyet már teljes mértékben önök végeztek, egyáltalán nem olyanra sikerült, mint amilyet mi szerettünk volna. Hiszen elmondható az, hogy az alapokat érdemes lenne tisztázni, mielőtt egyáltalán vitát folytatunk egy ilyen javaslatról. Kérdezem én, hogy alap-e az, amit mind az előterjesztő, mind önök közül is nagyon sokan felhoztak, miszerint az államadósság révén egy olyan csapdahelyzetben van az ország, mely különböző megszorításokra és külső, általában IMF által finomhangolt diktátumokra kényszeríti önöket, melynek egyik következménye az, hogy bizonyos területen ezen megszorítások olyan fűnyíróelvszerűen működnek, hogy a közfoglalkoztatás rendszerét is úgy kell átalakítaniuk, ahogy. Jelen pillanatban ez az átalakítás lényegét tekintve azt eredményezi, hogy alacsonyabb költségvetési forrásból kívánnak több embert adminisztratíve alkalmazni ebben a rendszerben. Ennek a hatékonysága viszont enyhén szólva megkérdőjelezhető. De maga az alapvetés, hogy az államadóssággal kapcsolatos csapdából történő kitörési szándékok miatt foglalkozunk egyáltalán ilyen előterjesztésekkel és a magyarországi nagyon fontos területek átalakításával, már csalóka. Hiszen önöknek most kezében lett volna a lehetőség arra nézve, hogy a magánnyugdíjpénztári bevont vagyonból ne csak államadóságot kozmetikázzanak, vagy ne jelentékeny összegekből, vagy ezen összeg nagy részéből csinálják ezt, hanem valódi, használható, hosszú távra szóló programokat indítsanak be Magyarországon. Ehhez képest még mindig magukat illegetik abba a csak tankönyvekbe illő teóriába, mely szerint majd csökkentik az államadóság össztömegét, és ebből kifolyólag a kamat teher már várhatóan jövőre csökkenhet. Az az igazság, hogy a nemzetközi tapasztalatok nem ezt mutatják minden esetben, hiszen van például egy magyar nemzeti bank, mely jelen pillanatban nagyon sokszor se nem magyar, se nem nemzeti, hanem csak bank, sokszor teljesen ellentétesen működik az önök kormányzati politikájával. Hát mi történik akkor, hogyha az MNB és más szervek kamatpolitikájából kifolyólag hiába csökken az össz államadóság teher, a kamatfizetés szintje mégis érdekes módon ugyanannyi marad, mint a korábbiakban. Akkor önök mit fognak tenni? Elmondhatják azt, hogy a bevont magánnyugdíjpénztári vagyont elpazarolták, hiszen odaadták a nemzetközi szervezeteknek, és nem hoztak létre semmiféle érdemes a jövőnek szóló beruházás befektetést ezen összegből. Miért nem lehet legalább elvi szinten felvetni az államadóság újratárgyalását?
megújítását, egyáltalán azon rendszer újra tervezését, mely máskülönben még 200-300 évig is folytogathatja Magyarországot, hiszen önök nem lesznek képesek a teljes államadóság tehertételt visszafizetni. Nincsen ilyen forgatókönyv az önök tarsójában sem, de egyfajta mantraként kezelik azt már miniszterelnöki szinten is, hogy Magyarország csökkenti az államadóság összes terhét. Az emberek pedig röhögnek a televíziók előtt, már pedig azért röhögnek, mert az átlag magyar embert nem az érdekli, hogy mekkora az államadóság szintje, hanem hogy meg tud-e maradni Magyarországon, mennyi van a fizetési lapon, és egyáltalán van-e jövőképe, van-e tervezhető jövő Magyarországon. Tehát elmondható az, hogy IMF diktátumok és államadósági kérdéskörök helyett a valódi alapokról kéne beszélni, miért van szükség erre az előterjesztésre, miért van szükség a közmunka, közfoglalkoztatás rendszerének teljes átalakítására. Elmondom én. Azért van szükség, mert 21 év alatt az egymást követő kormányok folytatólagos hiányosságokat, bűnöket és hazaárulásokat követtek el annak tekintetében, hogy komplett társadalmi osztályokat hagytak segélyből élni, hagyták, hogy kialakuljon az úgynevezett megélhetési gyermekvállalás fogalmi köre, ami teljes mértékben elfogadhatatlan számunkra, és hagyták azt, hogy felnőjön egy olyan generáció, amelynek sem az apja, sem a nagyapja nem dolgozott, nem tudja, mi az a munka, tisztelet a kivételnek, ezt mondjuk el mindig, de látható, hogy Magyarországon bizonyos régiókban, bizonyos társadalmi körökben kialakult az a rendszer, mely nemhogy nem vezethető vissza a munka világában, nem is látott olyan társadalmi mintákat, hogy egyáltalán kezelni lehessen. Nem csak a cigányságról van szó, de jó részt az ő köreikben találhatók meg azok, akik hiányos munkakultúrájuk, hiányos családi szocializációjuk, az oktatásuk teljes mértékű sikertelensége és a brutális bűnözési hajlamaik miatt elmondható, hogy egy olyan helyzetbe kerültek, olyan helyzetben vannak ma Magyarországon, ami hosszú távon is szinte lehetetlenné teszi azt, hogy újabb milliárdokkal, újabb állami programokkal integrálják őket. A teljes integrációs program, ami itt az utóbbi 20 évben lezajlott, pénzkidobás sikertelen, és nem csak Magyarország küzd ezzel a helyzettel. Érdekes módon ez a kisebbség szinte az összes környező országban hasonló helyzetbe került, szinte mindenhol 85-90% között ingadozik a munkanélküliségi ráta az ő köreikben, tehát az összes többi emberből csak ezt a nagyon kis tömeget sikerült bevonni a munkaerőpiacra. Ez a 85-90% lényegében társadalmilag mozdíthatatlan volt. Ezért mondjuk azt, hogy mindenáron és mindenképpen differenciálni kell a közfoglalkoztatás tekintetében. Ne mossuk össze azokat, akik adott esetben végig dolgozták az életüket, önhibájukon kívül, vagy az önök kormányzati teljesítményéből kifolyólag elvesztették a munkahelyüket, vagy az előző kormányok bűnei folytán, ez lényegében teljesen mindegy, hiszen egy kezelendő probléma halmazról van szó. Őket ne mossuk össze azokkal, akik úgy szocializálódtak, hogy nem akarnak hasznos állampolgárok lenni Magyarországon, nem akarnak a produktív szférákba tartozni, nem akarnak adófizető állampolgárokká válni. E két tábor között éles különbségtétel szükséges, csak ez alapján tartjuk elképzelhetőnek a vita egyáltalán folytatását, vagy bármilyen szintű tovább gondolását. Egyértelmű tehát, hogy a roncstársadalom helyzetét kezelni kell, a nagy és összkormányzati félrenézések idejével pedig le kéne számolni, és végre a valódi problémáról beszélni. Nagyon örülünk annak, hogy a lakókörnyezet rendezettsége már egyfajta igényként felmerül. Ez egy páratlan és csodálatos dolog, ha lesz, aki betartatja. Mert jelen pillanatban hol tartunk, hogyha jegyzői hatáskörbe rendelünk minden ilyesmit, vagy meghagyjuk csak és kizárólag önkormányzati szinten, nehogy az forduljon elő, mint a családi pótlék állítólagos megvonása esetén iskolai hiányzásoknál. Hiszen ott is hogy történik, hogyha egy kisebbségi családból származó gyermek mondjuk 50 vagy 100 órát hiányzik, akkor mit kell tenni? A tanár értesíti az igazgatót, az igazgató értesíti a jegyző pedig vagy mer tenni valamit, vagy nem. Főleg egy kis településen, ahol mindenki ismer mindenkit, nem életszerű az a rendszer, hogy a jegyzők kezébe utaljunk ilyen felelősség mennyiséget és felelősségi szintet, hiszen szó szerint egyes esetekben az élete forog veszélyben annak, aki ezen roncstársadalmi körökkel szembe megy, tehát mindenképpen hatósági és állami felügyeleti szinten is ki kell térni erre a területre, enélkül lehetetlen sikereket elérni. Nagyon okos gondolat az is, hogy a felajánlott közmunka visszautasítása, a segélyek, a szociális háló egy bizonyos részének elvesztését vonja maga után. Ez abszolút támogatandó, meg kell tanítani Magyarországon azt, hogy aki nem dolgozik, az valóban ne is egyék, tehát tényleg csak azok részesülhessenek a társadalmi tortából, akik képességeikhez mérten megdolgoztak ezért. Nyilván nem beszélek azokról, akik egészségi állapotuk folytán nem képesek a folyamatos vagy tartós munkavállalásra, őróluk egy gondoskodó, óvó államnak mindenképpen gondoskodnia kell. De többnyire és szerencsére nem ilyen emberekről beszélünk, hanem a segélyezettek teljes köréről és a közfoglalkoztatás rendszerének kiterjesztéséről.
Ugyanakkor az egész és nagyon szépen leírt szándéknyilatkozatot egy óriási kérdőjellel látja el az, hogy költségvetési források tekintetében nem láthatunk tisztán. Hát azt látjuk, hogy még az előző kormányzat idején is érdekes módon több forrás jutott összességében erre a rendszerre, mint most jelen pillanatban, és egy éven belül másodszor nyúlnak hozzá ehhez az egész szisztémához, ami azt jelzi, hogy valami nagy baj van, vagy az önök fejében, vagy pedig annyira ötletszerűen és annyira összecsapva kapkodva dolgoznak, hogy az egyszerűen elmondhatatlan, hiszen másodszor kell egy olyan rendszert kozmetikázni, ami mellé régen költségvetési forrásokat kellett volna tenni, nem csak 61 néhány milliárdot, mint ahogy azt önök tették az utolsó költségvetési időszakban, hanem valódi kitörési pontot jelentő és normális társadalmi háttérrel felhatalmazással bíró ötleteket. Teljesen egyértelműnek látszik az is számunkra, hogy egy óriási akna van elrejtve ebben az előterjesztésben. Ezen aknának a lényege úgy foglalható össze, hogy ugye magáncégek is kölcsönözhetnek közmunkásokat, ekkor nem a minimálbért kell kifizetni, hanem az úgynevezett közfoglalkoztatási bért. A munkaerő kölcsönzés már ma is egy embertelen üzletág, és nagyon-nagyon sok ember érintett ebben egyébként. Elmondható az, hogyha ezen törvényjavaslatból kiolvashatóan mintegy 47 ezer forint lesz a csak kötelezően megadandó bér, tehát a kormányzat mintegy 40%-kal képes csökkenteni azt a bérterhet, amit eddig a minimálbéresek számára juttattak el, és most képes kormányzati programokba idézőjelben átirányítani olyan személyeket, akik eddig minimálbéren voltak foglalkoztatva, akkor elmondható az, hogy egy bértömeg csökkentés által a saját programjait lesz képes kivitelezni, ez ugyanakkor nem hoz létre új munkahelyeket, hanem kivonja az eddigi minimálbéreseket korábbi munkahelyeikről, alkalmazási helyeikről, és egy költségvetési teher csökkentés mellett képes a saját programjait fedezni ebből a kormányzat. Ami azért is életveszélyes, mert a saját indoklásukban is elhangzott az, hogy a költségvetési kiadásaikat kívánják faragni, ezért van szükség a rendszer átalakítására. Véleményünk szerint fordítva ülünk a lovon, azért kellene ezt a rendszert átalakítani, mert Magyarországon a munkakerülésnek kultúrája lett, ezt a kultúrát fel kell számolni, bármi áron is azonnal, és az a célunk, hogy Magyarországon csak az érvényesülhessen, aki rendesen dolgozik, tisztességesen kíván érvényesülni, és ne lássák azt a magyar emberek, akik dolgoznak és gyermekeket szeretnének vállalni, hogy semmi értelme a munkájuknak, mert vannak bizonyos roncstársadalmi rétegek, akik berendezkedtek a segélyből való megélésre, parazita életmódot folytatnak a magyar szociális hálón, és ez kifizetődő számukra. Hiszen nagyon sok uzsorás BMW-vel és Audival jár mások segélyét összeszedni, ezt látja ma az átlag magyar ember a magyar vidéken. Ezzel a kultúrával, idézőjeles kultúrával kell szakítani, ezt kell felszámolni bármi áron, de ez nem fog úgy menni, hogyha a kormányzat egy 40%-os bértömeg csökkentéssel a minimálbéreseknek még kevesebb pénzt adva állami programokba irányítja őket. Sokkal bonyolultabb és sokkal szofisztikáltabb rendszert kell tehát kidolgozni, hiszen ha a közmunkák végén, a közmunkaprogramok végén nem jönnek létre azok az új munkahelyek, amelyekről egyébként önök is csak lebegtetve beszélnek, akkor a probléma újra termeli magát, a rászorulók pedig nem ott találják magukat, mint előtte, hanem még rosszabb helyzetben, hiszen több évet elvesztettek, elvesztegettek. Le kell számolni azzal az illúzióval is, hogy például a kokáért az építőipar lesz majd az alulképzett alkalmazottak gyűjtőhelye, mégpedig azért kell leszámolni, mert a 21. századi technológiákkal, technikákkal ide már intelligens, automatizált háttér szükséges, igényes kézműves munka, rengeteg előírásnak, szakmai kikötésnek és előképzettségnek is kell megfelelni. Tehát én nagyon örülnék annak, hogyha el lenne határolva az a tevékenységi kör, ahol a nagy közmunkaprogramok indulhatnak adott időben és adott esetben a New Deal például egy kiterjesztett közmunkaprogramnak volt felfogható. Egy hasonló folyamatábrát Magyarországon is szívesen látnánk. Egyértelmű, hogy bizonyos területeken oldható csak meg nagy tömegek munkába állítása gyors képzésekkel, ezekre kell törekedni. Ezek lényegében az árvízvédelem, az útépítések, infrastruktúrális beruházások területe, végül pedig a legfontosabb a mezőgazdasági infrastruktúrának az újjáépítése. Hiszen látható az, hogy ma a magyar földön vagy nem termelnek, vagy jobbára nem magyarok termelnek. Nem magyarok zsebében marad a profit nagyon sok esetben. Nagyüzemi, iparszerű mezőgazdálkodás folyik olyan cégekkel, akik most az utóbbi egy-két hétben is büntetlenül hozhattak be génkezelt vetőmagot Magyarországon. Szerencse, hogy a hatóságok aztán ezt észrevették. Tehát időzített nemzetbiztonsági bombák vannak itt Magyarországon. Ezért kéne inkább a közfoglalkoztatást, a közmunkát átirányítani arra a területre, ahol a legnagyobb hatást érheti el. Ez a mezőgazdasági infrastruktúra területe lehet, utána a saját feldolgozóipar újjáépítése. És
és visszavétele azon külföldi érdekeltségektől, akiknek a kezébe egyébként a hazaáruló kormányzatok átjátszották őket. Végül pedig itt jöhetnek létre azok az új munkahelyek is, amelyek egy tisztességes Hungarikum törvény háttértámogatásával, nemzetközi piacaink visszaszerzésével, magyar márkáink visszaszerzésével, újjáépítésével valóban hozzáadott értéket hozhatnak a magyar gazdaságba. Ez nem várható el rákkeltő gumigyáraktól, nem várható el olyan ingatlanfejlesztőktől, akik jobbára külföldi vagy multinacionális pénzügyi háttérrel bírnak, és nem várható el kiszámíthatatlan kormányzati előterjesztésektől sem, amelyeknek a költségvetési forrásai és egyáltalán az egész tevékenységi körük következményei egyenlőre beláthatatlanok, hiszen nem mondható el az, hogy az előttünk fekvő előterjesztés okán sokkal több ember vezethető be a munkaerőpiacra, hiszen a mi legnagyobb problémánk nem is a munkaerőpiacra történő visszavezetés, hanem az, hogy Magyarországon komplett társadalmi csoportok élhetnek úgy, hogy az életükben nem találkoztak a munkaerőpiacsal, az életükben nem dolgoztak, a szüleiket sem látták dolgozni. Tehát állítjuk azt, hogy úgy kell finomhangolni egy közmunkaprogramot, egy közfoglalkoztatási rendszer, hogy igenis megtalálhassa ott a helyét mindenki, aki akar dolgozni, és annak is megtaláljuk a helyét, aki sosem dolgozott, aki pedig nem hajlandó részt venni ebben a rendszerben, az magára vessen, vállalja ennek következményeit, de akkor ne is akarjon a társadalmi tortából, az állam szociális óvó, gondoskodó kezéből bármit is kapni, mert nem fog. Csak ez az üzenet tudja eljuttatni Magyarország számára azt, hogy csak és kizárólag az érvényesülhet, aki hasznos tagja, akar és tud lenni a társadalomnak. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm, képviselő úr, felszólalásra következik Lakatosné Sira Magdolna, a Fidesz képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselőasszony. Elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat két területéhez szeretnék hozzászólni. Az egyik a közfoglalkoztatási rendszer, a másik pedig az utcai szociális munka. Én egy 745 lelkes kistelepülés polgármestere is vagyok, Szabolcs-Szatmár Bereg megye keleti szegletében. Csak azért, hogy lássák, hogy ismerem a közfoglalkoztatás rendszerét, és 16 éve végzem ezt a tevékenységet, tehát eléggé átlátom az elmúlt időszakban ez irányban történt változásokat. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a közfoglalkoztatás rendszerének rendszeres áttekintése. Egyrészt indokolt nemzetgazdasági szempontból, másrészt véleményem szerint talán még fontosabb szempontja ennek az áttekintésnek a helyi gazdaság szempontja, ami az elmúlt években én azt gondolom, hogy nem történt meg, hiszen a köztélű foglalkoztatásra kifizetett bérek hasznosulásának vizsgálata a helyi gazdaság szempontjából semmilyen módon nem történt meg. A helyi gazdaság fejlesztéséről csak akkor beszélhetünk, hogyha a helyi gazdaság előbb-utóbb képes majd piaci alapon is működni. És nem attól működik, hogy egyébként ebbe közfoglalkoztatási bért pumpálunk. Én azt is látom polgármesterként, hogy a kis településeken hihetetlen kettőség van jelen. Egy óriási munkanélküliség, másik oldalról pedig egy munkaerőhiány. Nagyon fontosnak tartom felismertetni az emberekkel azt, hogy tudják, mi a tényleges munka. Fontosnak tartom, hogy alkalmassá kell tenni őket arra, hogy piaci körülmények között is képesek legyenek munkát végezni, és felismerjék azt, hogy önmagukért elsősorban saját maguk a felelősek. A korábbi közfoglalkoztatásban számtalan pozitív és negatív példát is ismerhetünk. Én azt gondolom, hogy a 2011-ben elindult új közfoglalkoztatási rendszernek is megvan a maga előnye. Ezt tapasztalatból mondom, mert hogy polgármesterként végig kellett a 2011-es évet gondolni pályázati szempontból, meg kellett tervezni előre a feladatokat, és ahhoz hozzá kellett rendelni a munkaerőt és az eszközöket is, amivel azokat a feladatokat el tudjuk végezni. És természetesen az erre fordítandó időt is. A mostani törvényjavaslatnak a legfontosabb részének tartom az értékteremtő közfoglalkoztatási rendszer megteremtését, mert hogy ez a lényege a történetnek, hiszen annak nem sok értelme van, hogy hétfőn jobbról balra, kedden pedig balról jobbra gerebjézzük a falavelet, és így látszólagos munkát kínáljunk az embereknek, és az még nagyobb probléma, hogyha ők maguk ezt el is hiszik, hogy ez tényleges munkavégzés, mert hogy nem tudnak egyébként piaci körülmények között más részről munkát vállalni.
Nagyon fontosnak értékének tartom ennek a javaslatnak azt is, hogy akik nem képesek munkavállalásra, azoknak a szociális törvényben ellátást biztosít. Fontos eleme a javaslatnak, hogy a szociális ellátórendszerben kapható támogatások nagysága ne legyen a munkavégzés ellen ösztönző hatású. Meghatározza az aktív korú megélhetéshez szükséges jövedelemmel nem rendelkező, nem foglalkoztatott személyek jogán a család által igényelhető támogatások nagyságát, azaz a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély együttes összegének maximumát. A törvényszöveg kétféle maximum összeget tartalmaz, egyrészt arra az esetre határoz meg összeget, amikor a családban csak rendszeres szociális segélyben részesülő személy van, és nagyon fontosnak tartom munkavállalásra ösztönzés szempontjából, hogy arra is meghatároz egy másik összeget, amikor a családban rendszeres szociális segélyezett és foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult is van. Nagyon fontosnak tartom ennek a törvényjavaslatnak még két elemét. Egyrészt a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, mert azt gondolom, hogy ez egyrészt lehetőséget ad arra, hogy ezek az emberek munkát vállaljanak, másrészt pedig egy biztonságot is megteremt számukra, hiszen azok, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíj korhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik, és legalább 90 napon álláskeresési járadékban részesültek, ebben az ellátásban részesülhetnek. Nagyon fontos eleme ennek a javaslatnak az is, hogy a közfoglalkoztatási bér többlet teljesítmény esetén lehet a jogszabálynálban rögzítettnél magasabb. Ez is egyfajta teljesítményre tudja ösztönözni a munkavállalót, és a munkáltató részéről pedig a magasabb teljesítmény elismerésére ad lehetőséget. Azt gondolom, hogy a helyi gazdaság tényleges elindításának csak részeszköze lehet a közfoglalkoztatás, és nem a megoldása. A helyi gazdaság beindításához komplexebb, rendszerszerű szemléletre van szükség. A kormány több intézkedéssel is segítette az elmúlt évben mindezt. Például megteremtődött annak a lehetősége, hogy a közétkeztetésbe a kistermelők beszállítsanak. Az természetes, hogy még sok intézkedés van hátra. Én Periklész szeretném idézni, amikor a törvényjavaslatnak erről a részéről befejező gondolatot mondok. Nem szégyen az, ha valaki szegény, csak az, ha nem igyekszik munkával kijutni a szegénységből. A mondandó második része az utcai szociális munkáról szól. A Nemzeti Rehabilitációs Intézet elég széleskörű ellenőrzést végzett ezen a területen, és az ellenőrzés során az egyik legnagyobb problémaként azt állapították meg, hogy rendkívül adhok jellegű az ellátás területi megoszlása, tehát nincsen annak ellenére, hogy probléma az nem csak az 50 ezer fő fölötti városokban, városrészekben van, nincsen megoldva a kisebb településeken ez az ellátás, annak ellenére, hogy egyébként ezekben a városokban, városrészekben is jelenlévő probléma az utcán élés. Tekintettel arra, hogy nem került szabályozásra, miszerint 50 ezer lakosonként szükséges-e az utcai szociális munkát biztosítani, így azokban a városokban, ahol a lakosságszám meghaladja ezt a határt, akár több szolgálat is működik, más esetben pedig nem. Nagyon fontos, hogy kapacitás szabályozás pontosítására van szükség. A módosítások közül éppen ezért kiemelném, hogy bevezetésre kerülnek ezek a kapacitás szabályozások, amely az új szolgáltatók, intézmények létesítése, meglévő férőhelyek bővítése, illetve ellátotti létszám növelése esetén megalapozzák az állami hozzájárulásra való jogosultságot. 2010-től már 3 ellátási formában pályázati támogatással lehet igénybe venni 3 éves szerződés keretében a finanszírozást. Én azt gondolom, hogy 2012-től az utcai szociális munkában az erre a rendszerre való áttérés sem fog problémát okozni, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai már tudják segíteni ebben az új ellátás, vagy ebben az ellátási formában is ezt az új formát, ami
lehetőséget ad arra, hogy szélesebb körben az ország területileg sokkal jobban ellátott legyen utcai szociális munka biztosításával. Én mindösszesen ennyit szerettem volna a törvényjavaslattal kapcsolatosan elmondani, és arra kérem képviselőtársaimat, érintett kistelepülési polgármesterként, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a szót. Köszönöm, képviselő asszony, tisztelt országgyűlés. Két perces felszólalással jelentkezett Pál Tibor képviselő, MSZP. Önnél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Azért kértem szót, mert polgármester asszony hozzászólásnak az első része, ami a közfoglalkoztatással szól, és ami szóvá tette, hogy a foglalkoztatási tervet azt, illetve nem is ezt mondtam, azt mondta, hogy 2010-ben nem értékteremtő közmunkát végeztek az önkormányzatok, vagy nem csak értékteremtő közmunkát. És én erre szeretném azt mondani önnek, hogy ugye 2010-ben volt először, amikor ilyen közfoglalkoztatási tervet kellett az önkormányzatoknak elfogadniuk. Kétségtelen, hogy tanultuk még akkor, hogy ezt hogy kell csinálni. Ott minden polgármesternek, aki előkészítette, vagy a képviselőtestetnek a saját felelőssége, hogy mennyire volt kreatív, mennyire tudott valóban helyben munkát találni a munkanélküliek számára. Ezt mekkora eszközállománnyal, milyen személyzettel, mekkora bér és hogyan kívánja elvégezni. Ezt kellett megcsinálni ebbe a közfoglalkoztatási tervbe. Voltak ezt nagyon jól meg tudta csinálni, ott vélhetően el is végezték ezeket a munkákat, parkot gondoztak, játszóteret újítottak fel, erre ma már itt sok-sok példát hallottunk. Mondom, 2010-ben tanultuk, tehát vélhetően polgármester asszony is akkor tanulta. Ez nem változott semmit, 2011-ben ugyanezt kellett csinálni. Annyit változott, hogy azt láttuk, amikor ezt a tervet el kellett készíteni, hogy már csak fele pénz és fele idő áll rendelkezésre. Tehát ott is kellett egy kreativitás, hogy még így is mit lehet megcsinálni, és mit tud egy önkormányzat elvégeztetni közmunkába, milyen tervet tud készíteni. Csak azt szeretném mondani, hogy van különbség, hogy ki hogy áll hozzá. Polgármester azt mondja, hogy elmondta, nagyon törték magukat, 2010-ben is vélhetően még a tanulás szakaszában voltak, és talán nem tudták. De igaz az, amit mond, hogy az, hogy egy településen milyen a közfoglalkoztatás, az azért függ a képviselőtestületen. És hogy milyen a foglalkoztatás, az is, hiszen ha valóban egy nyitott testület van, akkor a vállalkozók irányában is nyitott egy település, akkor valószínűleg van munka, van több lehetőség arra, hogy az ott élők számára jövedelmet tudjanak biztosítani. Azt szeretném volna mondani, hogy polgármesterek és önkormányzatok között van különbség, és a tanulás szakaszában voltunk 2010-ben. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, két perces felszólalása következik. Szűcs Erika, az MSZP képviselőcsoportból. Önnél a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Polgármester asszonynak a hozzászólása tulajdonképpen a kormánypárti képviselők közül először hangsúlyozta számomra kielégítő módon, hogy milyen fontos a helyi gazdaság megerősítése, és ennek a közmunkán keresztül történő támogatás ennek a folyamatnak, mert ezzel ráirányította, ami ebből a vitából kevésbé derült ki, hogy ez a közfoglalkoztatás, legalábbis a mi felfogásunkban, és ahogy hallottam az LMP felfogásában is, csak részben vagy egyik oldalról szociális kérdés, másik oldalról bizony alapvetően egy gazdaságpolitikai kérdés. Ebben az ügyben mindenki a mezőgazdaságnak a jelentőségét hangsúlyozta, én ebben úgy gondolom, egy másfajta megközelítést kellene alkalmaznunk, hiszen a szövetkezeti világban, ahol nagyon korszerű eszközökkel működött nagyon sok szövetkezet, azért a 80-as években igen jelentősen elkezdtek melléküzemágban ipari tevékenységgel foglalkozni annak érdekében, hogy az adott közösség számára a folyamatos megélhetést biztosítani tudják, és azt gondolom, hogy ez azóta nem változott, sőt, valószínűleg még erőteljesebb ez a kényszer. Ezért én a gazdaságpolitikai irányultságát ezeknek a dolgoknak nem a mezőgazdaság felé gondolnám az első lépcsőben, hanem a különböző közösségi ellátások háttértevékenységeinek a helyben történő megszervezése, legyen itt oktatás igényeiről, egészségügyről, étkeztetésről, sportról, kultúráról. A másik fő csapás irány pedig a helyi vállalkozások működéséhez szükséges különböző kiegészítő termékek és szolgáltatások előállítása vagy támogatása a közfoglalkoztatáson keresztül, amire nagyon jó kezdeményezések voltak szintén, például az almatermelők számára egy az önkormányzat által generált szövetkezeti formában a ládagyártás, a munkaruhavarrás, amelyek nem egész éves elfoglaltságok, de a vidéki munkalehetőségeknek a szezonalitásában biztosítja azt, hogy januártól decemberileg előreláthatóan és tervezhetően legyen az érintettek számára különböző szektorokban különböző típusú tevékenység. Köszönöm szépen!
Köszönöm, képviselőasszony. Két perces felszólalásra megadom a szót Gúr Nándor képviselő úrnak. Elnök úr, képviselőasszony által elmondott dolgokat azzal szeretném kiegészíteni és a kormányzat figyelmébe is ajánlani, hogy a közösségi szolgáltatások hátterében meghúzódó tevékenységek végzése kapcsán számtalan jó példa van, amelyet érdemes lenne erősíteni és nem elejteni. Ez azért fontos, mert meggyőződésem szerint a közfoglalkoztatás tekintetében, ami ugye most már bezsugorodott, mert a közcélú, a közhasznú és a közmunka rendszerét így egy égisz alá